Hadd menjen! Lelkesen gurították a gyerekek a tojásokat a Palota városi királydombon a húsvét hétfőre szervezett játékokon. A cél az volt, hogy minél messzebbre jussanak el a hímes tojások úgy, hogy ne törjenek össze. De minden mellett számos ügyességi feladatban méretethették meg magukat a gyerkőcök. Sok-sok ilyen játék van, még ilyen ágasfa ágai közé gurítunk, akkor van olyan is, hogy, hogy 50 forintossal megpróbáljuk beleállítani az 50 forintost a tojásba. Hát ilyen, megdobáljuk egymásnak, és akkor ugye az a lényege, hogy nem szabad összetörni a tojásnak. A programot ugyan két év kihagyást követően, de már nem először szervezték meg. Jelentős hagyománya van a város részben. Még Lukás László néprajzkutató egyik előadásán előadást tartott többek között a tojás húsvét hétfői tojásjátékokról, és akkor döntöttük el, hogy akkor ez jó lenne, hogyha újra itt Fehérváron megjelenne ez a játék, és akkor így húsvét hétfőn össze szoktuk hívni, most már több mint tíz éve a gyerekeket, családokat, és akkor játszunk velük ezekkel a hímes tojásokkal, amiket így húsvét 70 locsolás után kapnak. A szervezőtől megtudtuk azt is, hogy a feladatok a régmúlt húsvét játékait idézik fel, amelyek minden alkalommal nagy népszerűségnek körvendenek a kicsik, és nagyok körében egyaránt.